Kajak 1-es van 500 méteren ifjúsági világbajnok felnőttben sprintában, harmadik Londonban az olimpián, hatodik lett, igazi nagykorúsági olimpiai tesztje majd Rióban lesz, a szövetségi edzők nagy potenciált látnak benne, amit ezúttal szárazföldön is bizonyított, megnyerve az ergométeres téli bajnokságot. Dudás Miklós kajakos a vendég, most partra vetve nálunk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ez nehéz győzelem volt, ez az ergométeres bajnoki elsőség? Meg kellett érte nagyon dolgozni? Természetesen, mint minden versenyen, ez nehéz győzelem volt, és ráadásul ez egy váratlan győzelem. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen jól sikerül, mert mi nem használunk a télen olyan sűrűn ergométert. Az mit jelent, hogy olyan sűrűn nem használtok? Meg az azt jelenti, hogy akkor mások sokkal sűrűbben használnak? Hát minden egyesület és minden ember máshogy készül. Valaki ugye ebbe az ergométerben nagyon-nagyon belehisz, és hetente többször is csinálja, mondjuk heti 3-4-szer. Mi heti egyszer csináljuk, az szerintem elég. Ugye mellette csináljuk a többi alapozó munkát, az úszás, futás és a kondit. Te akkor ezek szerint nagyon nem is kedveled, vagy pedig pont ez a jó benne, hogy nem tudod megunni, mert olyan gyakran nem csinálod? Hát szerintem pont ez a jó benne, hogy ez a heti egy, ez bőven elég, mert azért ezt meg lehet unni, tehát nem egy változatos ugye egy helybe elvezel, tehát a kajakba pont azt szeretem, és azt szeretem a gyerekkoromban is, hogy elindulsz a Dunán, és így mész szépen Szentendrén, minden szép városnak a partján. Ez pedig egy elég monoton így ott ülni, úgyhogy ez, szerintem ez bőven elég ez a heti egy. Hát legalább megúsztad szárazon, vagy majd, hogy nem szárazon, azért hát, szárazon nem? Hát igen, nem teljesen szárazon, sőt még egy kicsit véreztem is közben, de nem vértizzadtam, csak ugye felszakadt itt a tenyerem. Igen, tenyered hogy van? Most már javul? Begyógyult, hál' Istennek, teljesen szépen, csak hát ugye pont ezért, mert ritkán csináljuk egy ilyen verseny, de annyira oda teszi magát az ember, hogy így hirtelen ugye a bőr nincs hozzászokva, és ezért egy kicsit nekem szétszakadt, de hát... Meg hát nem tudom, az evező mennyire szokatlan, már arra gondolok, hogy az embernek van egyébként edzésen verseny saját evezője. Igen, hát ennek az evezője, ez, azt hiszem a rúd az ugyanolyan, mint a rendes evezőnél, hát nyilván be kell állítani magadnak, hogy te hogy szoktad fogni. Amúgy pedig hasonlít rendesen a kajakozáshoz a mozgás. Egyébként, ha már itt az evezőnél tartunk, akkor maga az evező jelentőségét azt érdemes valamennyire misztifikálni? Mert itt már ma reggel annyi mindent beszél, például ahogy a sílészek vakszolásáról, na de most például akkor az evezőnél, hogyha te nem a megfelelő evezőt kapod a kezedbe, azért ez nagyon sokat levesz a teljesítmény. Egy rendes versenyen gondolod? Igen, persze. Hát ez szerintem ez egy mérvadó, tehát hogy egy döntő jelenség lehet. Tehát hogyha nem a saját eveződdel állsz oda egy pályára, és mondjuk felkészülsz egy kajaklapáttal, és mondjuk eltörik verseny előtt, tegyük fel, nagy Isten, akkor versenyen egy másik lapátot megszokni, az nagyon nehéz, tehát az rengeteg időt elvesz. Tehát nem is az, hogy elvesz, tehát a magából az eredményből fog elvenni időt, tehát nem tudsz úgy teljesíteni, mert teljesen rááll a kezed a saját lapátra. Tehát akkor ez olyan, mint egy Forma 1-es pilótának a saját autója. Tehát más volt a beállítás, a forgatás, a hossza. Szóval akkor misztifikáljuk csak nyugodtan, mert ez döntő jelentőség. Teljesen. Miki, mire jó egy ilyen ergométeres verseny? Tehát nem edzés, hanem verseny számodra. Hát ez egy edzésnek is jó. És hát, mint mondtam, ez tényleg a kajaknak a mozgását úgymond azért egy kicsit hasonló. Viszont hát arra jó, hogy tényleg így évelején van egy ilyen felmérés, ugye ott vannak nagyon sokan, akik vizen is ott lesznek, és így egy összecsapás, egy jó poén, egy jó buli, és de azért mégis, tehát amellett, hogy buli, azért mindenki véresen komolyan veszi, tehát senkit nem láttam azt, hogy félváról vette volna ezt a versenyt, mert azért mégiscsak egy ilyen csata egymás között így az évelején. És mennyire ad valós képet az aktuális formádról? Semennyire szerintem. Semennyire, mert vannak nagyon különböző technikák, tehát van olyan, aki ergométeren verhetetlen, és kajakba pedig nem nagyon tud odaérni, mert tényleg ez egy teljesen más mozgás. Tehát rosszul mondom, tehát hasonlít a kajakra a mozgás, de mégis itt ugye egy gép számolja az egészet, tehát húzol egy evezőt, rajta egy kötéllel, és a végén van egy ilyen propeller, ami számolja a métereket. És ugye azt cselesen lehet úgy húzni, hogy többet számoljon, viszont az vízre nem biztos, hogy át tudod vinni azt a technikát. Mert ott nem lesz ilyen propeller. Mert ott nincs ilyen propeller, tehát ott ugye mennyire ez gyorsan a kajakba. Másként kell egyébként húzni, mint a nyílt vízen? Másként is lehet, sőt, aki ebben nagyon jól tudja húzni, az általában tényleg az a mozgás, az kajakhoz nem annyira jó. Akkor azt hagyjuk is, hogy ez az eredmény, ez mit érne egy nyílt vízi verseny, teljesen más marhaság összehasonlítani. Igen. Azt nézzük, hogy ettől függetlenül, akkor ez egy jó buli volt, egy jó felkészülési állomás, egy jó kis edzés. Ettől függetlenül te most hogyan fogsz készülni erre a szezonra? Itt most mindenki elindul majd a különféle, meg már jártak a különféle melegvízes edzőtáborokban. Így van. Hát most ezt az ergométet ezt teljesen elhagyjuk ilyenkor, ugye amikor vízre szállunk, akkor egyáltalán nem kell. Hát mi megyünk Spanyolországba egy hónapra, ugye melegvízi edzőtáborba. Ott napi 2-3 edzés lesz abból, hát mondjuk általában 2-3 edzések, 2 evezés, 1 kondi, plusz mondjuk egy futás másnap,
És akkor így mennek ugye kiegészítő edzésekkel a vízi edzések. Idén te hogyan készülsz a számaidat illetően? Lehet-e azt mondani, hogy azért te úgy nagyjából legalábbis most egy középtávon lehorgonyoztál a sprint mellett? Én lehorgonyoztam mindenképp, tehát én mindenképp a rövid táv fele húzok, én azt szeretem, azt a felkészülést, azt csinálom tényleg maximálisan, mert ugye azt jobban élvezem, mint egy... Tehát ugye ez a rövid távos felkészülés, ez olyan, hogy ugye sprint futásokat kell csinálni a hosszú távosnál, pedig inkább 40-50 perc folyamatos futás, és én jobban élvezem ezt a rövid távos munkát, mert ez szerintem élvezetesebb számomra. Akkor tehát 200-500? Ja, igen. Viszont olimpiai szempontjából pedig mindenképp a 200, ugye, mert ott nincs már 500 férfi kajakban. A többi hosszabb távokat azt egyelőre kizárod az életedből? Hát edzéseken azért mi is csinálgatjuk a hosszabb távokat, de versenyeken nem fogunk arra hangsúlyt fektetni. Az idei versenyprogramodban minek van kiemelt jelentősége? Az ember azt látja, hogy itt már az IFI meg az U23-as VB téged nem érint. Az 23-as az még érint, igen. Most leszek utolsó éves. Aztán kiöregesz belőle, igen. Hát kiöregszem, és nagyon szeretnék megcsípni ott egy indulási jogot, mert az pont itthon lesz Magyarországon, Szegeden, és hát Szegeden ugye köztudottan nagyon jó hangulatú versenyek vannak, és hát az egy versenyző számára az tényleg felejthetetlen. Tehát én már 2-3-szor voltam nemzetközi versenyen Szegeden. Tehát ott egy sprint aranyat szeretnél, hogyha jó sejtel. Hát ott nagyon, tehát én nagyon-nagyon örülnék tényleg annak, majdnem, hogy azt mondom, hogy jobban örülnék tényleg ott egy aranyéremnek, mint mondjuk az, hogy kijussak felnőttbe, és mondjuk ott együttbe bejöjjek, tehát az nagyobb élmény lenne számomra. Azon kívül akkor hogy néz ki még a sorrendet, prioritások az idei versenyekben? Hát mindenképp ugye a felnőtt világbajnokság, az minden évben az a mérvadó, aztán az Európa-bajnokság, és hát ugye az U23 lenne az utolsó, de mivel most ez hazai rendezésű lesz, azért ezt a azért felnőtt ezt világbajnoksággal egy szintre veszem, tehát ez a kettő célom van most. Ha nézed a te mezőnyödben a riválisokat immár a felnőttek között, akkor milyen elvárásaid lehetnek magaddal szemben sprintbe, a felnőtt mezőnybe? Így van, egy világbajnoki mezőnybe. Nemzetközibe? Hát ez érdekes, mert évről évre tényleg változik. Tehát van olyan, hogy nekem is volt olyan évem, elkezdtem itt télen így gondolkozni, meg ugye nézelődni az előző éveket, hogy mire számít, csak körülbelül tudtam, hogy milyen formában vagyok, vagy hogy leszek, hogy sikerült a tél. És nem nagyon lehet kiszámolni, mert egy év alatt annyira változhat a mezőny, tehát jönnek föl, tehát volt olyan, hogy följött egy olyan fiatal szerb srác a semmiből, hogy így néztünk, hogy te eddig hol voltál, tehát így nem értettük, hogy a semmiből előbukkant, aztán Európa bajnokságot megnyerte. Simán lehet az idei VB-n is ilyen, azt mondom. Lehet, persze, mindenképp lehet, hát egy jó évet meg kell csinálni, és akkor bármi megtörténhet. Dobogó, nem? Dobogó. Hát de még a nyerés is akár. Hát elég ebből a fiatal gyerek. Tehát 94-es srácról beszélek most, aki egyszer csak oda lett, és így megvert az összes felnőttet. Tehát így hát akkor az feladat, őt kell megverni. Ez feladat, például. Igen. Mikikém, még egyszer gratulálok a medencés eredményhez, akkor most már irány a melegvíz, jó felkészülést. Igen. Köszönöm szépen.